Ez itt a W09-es a 2018-as évből. Külsőre az ember azt gondolná, ugyanolyan, mint elődje, a W08-as. Nos, a szabályok nagyon hasonlóak maradtak erre a szezonra, de vannak azért nagyon is észrevehető aerodinamikai eltérések a két autó között. Az egyik legszembetűnőbb a motorborítás. 2018-ra betiltották a cápaúszonyt és a T-szárnyat. Ha viszont közelebbről megnézzük, láthatjuk, hogy a szabályok nem állították meg a csapatokat abban, hogy innovatív megoldásokkal álljanak elő. Ez volt az első szezon az úgynevezett Halo számára is. Ez egy titánból készült biztonsági eszköz, mely egy esetleges baleset során a versenyzőt hivatott védeni. A fejvédő a mai napig fent van az autókon, és minden csapaté ugyanolyan. Meglepő módon a versenyzők számára nem jelentett nagy változást, mint ahogy a tervező csapat számára sem. Mindazonáltal be kellett építeni a kaszni tervezés folyamatába. Mivel a szabályok hasonlóak maradtak, az előző autó alapjai pedig igazán jók voltak, a W09-es egész egyszerűen a 2017-es autó továbbfejlesztése volt, kiküszöbölve annak minden furcsaságát és dívás jellemzőjét. Az egyik főmérnök úgy magyarázta nekem, hogy ez kezdettől fogva egy kisimultabb autó, ez pedig lehetővé tette számukra, hogy építsenek ennek a generációnak az erősségeire. A fényezés is fejlődött, ha megnézzük a kaszni oldalát, négy vonalat láthatunk, melyek a négy világbajnoki címet jelképezik, melyeket megnyertünk a modern érában. Az egyik dolog, amit ebben a sorozatban még nem mutattunk meg nektek, az az egyik legfontosabb dolog az autón, és ez a háromágú csillag. Mindegyik kézzel festett, az elkészítési folyamat pedig 27 lépésből áll, és mintegy 40 percig tart. Néhányan talán észrevettétek, hogy ez az autó nem olyan kristálytiszta, mint amilyeneket eddig mutattunk. Elég piszkos, ennek pedig az az oka, hogy ez valójában az az autó, mellyel Valtteri Bottas átszelte a célvonalat Abu Dhabiban. Mi pedig meghagytuk pontosan olyannak. Itt oldalt például látható az is, hogy a fejtámla egyik hűtőpanelét kitörték az egyik box kiállás során, hogy így segítsék a hűtést. Riválisaink sokkal jobban megnehezítették a dolgunkat ebben a szezonban, a Ferrari és a Red Bull igazán megerősödtek, viszont sorozatban ötödször sikerült megszereznünk mindkét bajnoki címet. Lewis Mexikóban szerezte meg hihetetlennek hangzó ötödik bajnoki címét, míg a konstruktőri trófeát az utolsó előtti versenyen Brazíliában gyűjtötte be a csapat. A szezon végére a W09-es 11 győzelmet, 13 rajtelsőséget és 25 dobogós eredményt szerzett. Legközelebb a W10-esre vetünk egy pillantást, és megnézzük, a csapat hogyan birkózott meg az új, 2019-re vonatkozó szabályokkal.